vannak. A fiatalok és az idősek már több napja talpon vannak, hogy helyrehozzák azt a nagy bűnt, amit fiataljaink elkövettek. Mit követtek el, hogy farsang idején nem házasodtak? Közhírét éteti, hogy ma a farsang kombatják. Tátott szájú Csámpás Lajos fia Vendel és Csodaronda Bandzsa Balázs lánya Lina házasságot kíván kötetni. Játék azért, mert nem volt igazi esküvő, ezért minket összeesketnek. Sem választja szét. Itt a rengeteg tanú, fenyőerdők tobozostól, bokrok tüskéstől, mindenki minden jót kíván. Szerintem ez egy nagyon nagy megerősítése fiataloknak, hogy büszkék legyünk arra, hogy szlovének vagyunk, hogy rábavidéki szlovének vagyunk, hiszen ez erre a vidékre jellemző, ez a népszokás, és tényleg nagyon élvezzük, és így akár én is mindig kihívom a magyar barátaimat, akikkel iskolába jártam, hogy nézzék meg és lássák. Minden szlovén lakta település most összefogott, és itt van. Nagyon jó volt, jól éreztük magunkat, olyan, mint valamikor. A mennyasszonyból asszony lett. Örülünk neki, hogy nagy hagyományt tudtunk teremteni. Mert sok helyen van rönkhúzás, de ilyenfajta nagyszabású rönkhúzás sehol. Kicsik vagyunk. Kicsi közösségeknek az ereje az összetartásban van. De nekem meggyőződésem, hogy egész addig, amíg az összetartás megmarad, addig tudjuk biztosítani azt, hogy a kultúra fennmaradjon. Természetesen a nyelv, ami archaikus, régi, rábavidéki szlovén nyelvünk, már sokkal kevésbé használatos, a gyerekek már kevésbé beszélik. Ahol több generációs együttélés van, ott átörökítődik a nyelv, egyre több fiatal építkezik itthon. A fiatalokat igyekszünk minél többféle programba belevonni, hogy a nyelvünket is meg tudjuk őrizni.